Az energia és üzemanyagárak emelkedésének hatásai a hazai vállalkozásokra. Ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kutatóintézetének vizsgálata, amit tavaly novemberben végeztek. Az energia és üzemanyagárak emelkedésének hatásait vizsgáló kérdőívet 1036 vállalkozás töltötte ki. A gázáremelés az kb. Egyharmad részben, viszont az üzemanyag és az áram az kétharmad részben veszélyezteti a tevékenységüket. Általában 20%-os árbevétel csökkenéssel és 20%-os nyereség csökkenéssel számol a kis- és középvállalati szektor, ami elég drasztikus. Emellett látszik, hogy csak negyedük emelt árat eddig, de több mint 70-80%-uk áremelésben gondolkodik. Ez az arány legmagasabb a vendéglátásban, logisztikában, építőiparban. Azokban az ágazatokban kevesebb, ahol nem ennyire kitett az adott tevékenység az energiaáraknak, mondja az eredményekről a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az emelkedő energiaárak, a megnövekedett alapanyagárak, illetve a jól képzett munkaerő elszippantása a fejlett régiókba, azok pótlása mind növeli az inflációt világszerte, így hazánkban is. Valószínűleg ez hosszan elhúzódó lesz, ez az egész válság, és hosszan elhúzódó lesz az infláció is, amelyre nagyon nehezen fogják a megfelelő válaszokat megtalálni a kormányok. Minden esetre a vállalkozásokat megkérdezve látszik, hogy több mint felük mindenképpen kormányzati beavatkozást támogat ezekben a kérdésekben. Persze, hogy mondtam, az más kérdés, hogy ez mennyire tudnak hatékonyak lenni egy globális piacon. A Covid-járvány, a világválság átrendezi a gazdasági pozíciókat. Ez egyfajta gazdasági háborút is elindított, ami hat az egyes országokra is, mondja az elnök. A globális hatás alól nem vonhatja ki magát egyik ország sem. Helyi intézkedésekkel, gazdasági eszközökkel lehet beavatkozni a folyamatokba, hogy a hatásokat enyhítsék az államok.